Második alkalommal rendezték meg a Gimi Parlament elnevezésű szimulációs vetélkedőt középiskolások részére. A Europe Direct Központ, a Széchenyi Egyetem és a megyei önkormányzat 2014-ben szervezett hasonló versenyt, ennek sikerén felbuzdulva szeretnének hagyományt teremteni a formabontó megmérettetésből. Ez több szempontból is érdekes, hogy egyrészt a verseny, a megmérettetés, ez mindig jót tesz egy diáknak, hajtos világban élünk. Másrészt úgy gondoljuk, hogy nyitottabbak lesznek a közélet felé, hamarosan ők is választópolgárok lesznek, tehát felelősen kell gondolkodniuk több témával kapcsolatban, át kell gondolniuk a felmerülő problémákat. Nagy odafigyelést igényel tehát a diákoktól, hiszen fiktív képviselőcsoportként kell Európai Uniós jogszabályterveket kidolgozniuk és ütköztetniük a többi csapattal. Az egyetem számára fontosak az ilyen események, hiszen így könnyen kapcsolatot tud teremteni a győri középiskolásokkal. Az egész Széchenyi István Egyetem minden szervezeti egysége nagyon fontosnak tartja, hogy középiskolásokkal élénk és szakmai kapcsolatokat ápoljon, és ezek a szakmai kapcsolatok ezek alkalmasak lehetnek arra, hogy egyrészt mi segítsünk a középiskolásokat képezni, a középiskolásoknak adott esetben az állampolgári és politikai ismereteit növelni, másrészt pedig természetesen az egyetemnek a beiskolázási programját is támogatni, hogyha egy ilyen intenzív kapcsolatunk van a középiskolákkal, akkor látják, hogy milyen minőségi munka folyik az egyetemen, és hát a jelentkezők száma is talán növekedni fog emiatt. A Felvidékről is érkezett csapat, hogy bizonyítsa rátermettségét a feladatokra. Nem volt könnyű dolga a diákoknak, hiszen saját szabadidejüket feláldozva már jóval a verseny előtt el kellett kezdeni a felkészülést. A szervezők szerint megérte fáradozni, hiszen a legjobbakat igazi nyereményes ő várta.